Right up everybody! Legyünk őszinték. Meghozni azt a döntést és elkölteni a nehezen megkeresett pénzünket, hogy melyik objektívet válasszuk, az elég nehéz. Nehéz, mert annyi választásunk van, és nyilván, hogyha a világ összes pénze a rendelkezésünkre állna, akkor mindent is akarnánk. De legtöbbünk számára sajnos nem ez az eset, úgyhogy ezért mutatok be most néhány nagyon jó árértékarányú opciót, hogyha objektíveket szeretnél vásárolni. El fogom mondani, hogy mi mire jó, mennyibe kerülnek, és jön egy krimi B-roll, autofókusz, képminőségi tesztösszehasonlítás, 5 szemüveg lencséről lesz szó ebben a videóban, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg a végéig, de előtte jöjjön az intro. Ciao tutti da Marano Lagunare! Itt vagyunk Olaszországban, és szerintem ez egy nagyon jó hely arra, hogy a Samyangnak a teljes objektív parkját legalábbis nagyon sokat leteszteljünk, egészen 12 mm-től 85-ig, fölé nem megyünk, fognak jönni különböző zoom-tesztek, fókuszálási tesztek, és csinálok még fotókat, és megnézzük, hol milyen élesek, de a kedvenc rész, amit nagyon várok, egy 14 mm-rel, mert ha bár az például fisáj, hogy látni fogod, de ami nagyon király benne, hogy szerintem lehet használni hyperlapse-ekre, és ez egy gyönyörű város, úgyhogy fogunk csinálni hyperlapse-et is. Oké, a képminőség és fókuszálási teszt előtt gyorsan vegyük át, hogy milyen objektívekről is van szó. 5 darab Samyang objektívet hoztam nektek ma, kezdjük a 12 mm-es 2.0-ással, ami 150 ezer forintba kerül, ugyanúgy, ahogy a 14 mm-es 2.8-as. Az egyetlen zoom objektív a 24-70 2.8, ami 500 ezer forint, ez a legdrágább, és van még 2 prime lencsénk, objektívünk 1-4 blendén, az 50-es és a 85 mm-es, ami 250 ezer forintba kerül. Mindegyikről van egy dedikált review videóm, úgyhogy ha szeretnél még részletesebben tanulni róluk, akkor nézd meg azokat, ide fogom majd linkelni a videó végén, de most menjünk bele abba, hogy milyen is a Samyang. Szerintem a Samyang ugyan annyira prémium, mint a Sigma vagy a Sony, de tényleg a Sony G és GM objektívekkel is szinte ugyanazon a szinten van, és 12 mm-től 135-ig rengeteg opciónk van, amik közül választhatunk. Mirrorless kamerákra lett optimalizálva, és úgy, hogy én a Sony A7S 3-mal használom, nagyon-nagyon királyak. De hogy mennyire jók a bármilyen A7-es Sony vonalba, egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam, amit nyilván, hogy a videó végén fogok elmondani, hogy végig kell nézned. Na, de most minden további nélkül vágjunk bele a képminőségtesztbe és a fókuszálási tesztbe. És elindul a teszt, egészen elmegyünk 14-től, ez most 14, nagyon durva, hogyha így ide hajolok, tiszta Beastie Boys klip. Elmegyünk egészen innen, illetve 12-től 85-ig, és megnézzük, hogy mi a különbség. Nézzünk meg, hogyha most nagyon közel állok, milyen egy fókuszteszt. És vissza. És váltsunk át 12-re. És ez a 12-es milliméter, látszik is, hogy itt rajzolatban van. Hát ilyen ez. Nézzünk meg itt is egy igaz manuális lencse, de nézzük meg, hogy milyen, hogyha nem vagyok benne, és közben a fókusztesztet is. Ami nyilván most egy nagyon nagy 16-os blendével vagyok, remélhetőleg minden éles, én is éles vagyok, meglátjuk, hogy ez milyen. És most 24-70-es zoom objektívvel 2.8-as fixel vagyunk, ez így 24, megmutatom, hogy milyen a kép, milyen a fókusza, és a harang, amíg harangozik, el is tűnök. És visszajöttem, milyen a fókusz, közben elkezdek hátra menni, és majd futni is fogok, amíg harangoznak. Még mindig harangoznak, álljunk át 70-re, nézzük meg úgy. Most nagyon közel kell, hogy legyek, nézzünk meg így egy zoom tesztet, bár így nem biztos, hogy bármikor vennénk fel. És
és nem is áll át, ahogy látom. Mi van, ha közbe fókuszálok? Oké, rajtam van egy trekking, szépen megyek hátra, nézzük meg így, hogy milyen 70-en. Milyen a fókusz így. És ez most a fix 51-4-es elkenéssel, mivel nincsen ehhez ND-szűröm, ezért 1/4000-re mölkezett, lehet, hogy ilyen nagyon jittery az egész. Nézzük meg, hogy milyen a fókusztesztje. És most vissza, amúgy segítek simán, mert hogyha nem segítenék neki, hogy ezt benyomom, akkor nagyon-nagyon lassan jön rá. És miután elment Giuseppe, rám is ilyen gyorsasággal megy, nézzük meg a futást, és így milyen a fókusz, elkenés, mennyire tartja. Talán itt valahol befókuszál rám, lesek, nagyjából szerintem nem fókuszba vagyok, és jöjjön a 85-1-4. Ezt már csak így tudom levenni, mert olyan messze vagyok, hogy 85 mm-en vagyunk, 1/4-en hagytam meg, ezért megint 1/5000-es a shutter speed, az zársebesség. Ne húzzuk az időt, nézzük meg, hogy mi van, hogyha eltűnök. Ha jól látom, most befókuszált, és most visszajövök, mennyi idő múlva vesz észre, ahogy látom. Talán most észrevett, de most benyomjuk a gombot, most nyom be, Zoli. Oké, most rám fókuszált, és nézzük meg nyilván a kis futós tesztünket, hogy hátra megyek, tartja-e így a fókuszt, és akkor már elég távolságban vagyok, ha nem borulok fel. Milyen, hogyha odafutok, és megnézzük így a tesztet? Nagyjából szerintem itt kéne, hogy fókusz, vagy úgy, ahogy elkapott, valahogy nyomjunk rá egyet. Csináljuk meg ezt a tesztet még egyszer, úgyhogy folyamatosan nyomod majd, ahogy futok, és úgy hamarabb reagál-e rám. Nyomjad így félig le, és most is nyom, itt vagyok. Hát, ilyen ez, fotókat is látunk belőle, hogy ez volt ez. Most pedig induljunk el, jöjjön egy creamy b-roll, különböző lencsékkel megmutatom, hogy hol mit lehet elérni. Kezdeni fogjuk ezzel, hogy mennyire más hatása és azok kombinálásával. Ugye Peter McKinnon szokta mondani, hogy egy 20 mm körüli és amúgy egy 85-ös kombinációval nagyon jól el lehet érni dolgokat. Nézzük meg azt! Mit mondasz? Milyen lett? Hogy tetszett? Meggyőzött bármelyik objektív? Van, ami felül teljesítette, vagy alul teljesítette az elvárásaidat? Melyiket választanád te? Kérlek, mondd meg a véleményedet a komment szekcióba, ami ugye a like gomb alatt van, és hogyha tetszik ez a videó, tetszett az összehasonlítás, akkor benyomhatnád. Egy nagy segítség. Hadd mondjam el az én véleményemet, nekem az 51-4-es Samyang és a Sony 92-8-as makro a kedvenc választásom, a széles látószögön egy Sony 24-1-4 Prime-ot használok, és pár zoomot 16-35 vagy 24-70-et hozzáveszek. Mivel mostanában nem nagyon szoktam természetbe menni, ezért a 72-100-as range nekem egyáltalán nem hiányzik, de pont az a király, az a helyzet, amiben vagyunk, hogy mindenki maga döntheti el, és rengeteg opciónk van, és árérték arányban nagyon jó dolgokat tudunk összeválasztani, sokkal kevesebb pénzért, mint mondjuk 5-10 vagy akár 20 évvel ezelőtt. Úgyhogy most rajtad a sor, mi neked az álom setupod? Inkább prime vagy zoom objektíveket szeretnél, inkább spórolnál és mondjuk egy Samyang objektív parkot építenél ki, vagy az abszolút legjobbat szeretnéd és csak Sony GM-ekkel akarsz dolgozni? Folytassuk ezt a beszélgetést a kommentbe, de mielőtt elbúcsúzunk egymástól, el kell mondanom a véleményemet, úgyhogy szerintem a Samyang lencsék
a legjobb ár-érték arányú, amit most a piacon lehet találni. Ez az én véleményem. És komolyan, hogyha belegondolunk, hogy több mint fele áron nagyon magas minőséget kapunk, szupergyors autofókusszal, ami szinte pont ugyanolyan valahol még jobb is, mint a Sony, akkor nem is kérdés ez az egész. Persze, ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy ha a legjobbat szeretnénk, meg jó, hogyha egy fotózáson ott van, vagy egy felvételen az, hogy ez egy Sony GM, akkor nyilván nyugodtan költs el az összes pénzedet a Sony objektívekre, de ha Samyangot veszed, akkor nagyon sokat tudsz spórolni, lehet, hogy tudsz venni még objektíveket, vagy egy másik kamerát, vagy fényeket, kiegészítőket, állványokat. Rengeteg olyan eszköz van, amit szerintem nem gondolunk végig, hogy mennyire sokat tud segíteni, hogy a végeredményt egy következő szintre vigyük. Úgyhogy mielőtt mondjuk döntesz egy objektív mellett, nézd meg ezeket a videókat, ahol bemutatok különböző fényeket és fotós, videós kiegészítőket arra, amit hogyha mondjuk megspórolsz a Sony helyett a Samyang objektívek vásárlásával, elkölthetnél arra. És lehet, hogy nem az a Sony objektív fogja adni azt a plusz extra dolgot, hanem hogy megveszed ezeket a dolgokat. Úgyhogy miért nem nézed meg mondjuk ezeket a videókat, és találkozunk ott, de csak azelőtt, mielőtt lájkoltál, kommenteltél, feliratkoztál, és benyomtad a kis csengőt is, rengeteg tartalmam jön. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Valahol itt. Szia! Sziasztok! Nem. Ciao tutti da Marone, Lagunare, Marano, Marano, Samyang 14 is tesztületezett.